Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Dév vagyok, és ez itt a Fanvid Geeks. Nagyon rég találkoztunk, és nagyon hiányoztok már. Úgyhogy ezért is örülök, hogy az HBO-tól a Friends HBO góra kerülését megünneplendő kaptunk egy Trivial Pursuit nevű társasjátékot, ami valójában egy trivia játék, friends kérdésekre kell benne válaszolni. És nyilván ilyenkor azonnal eszembe jut, hogy hát ebből valami tartalmat csak kell ne csinálni, és Friends rajongó ismerősből van nálunk a kerítés, úgyhogy szóltam is három drága barátomnak, Krisznek, Vikinek, és nyilván a drága feleségemnek, hogy nem akarunk ebből összehozni egy ilyen kis COVID-friendly forgatás discordon keresztül, és természetesen mindenki imádta az ötletet, úgyhogy elkészült ebből ez a videó. Úgyhogy nagyon köszönöm az hbo hogy küldték ezt a társast, azt meg végképp, hogy újra lehetett nézni a Friends-et, és ennek a videónak a publikálásának az időpontjában már a Friends, Reunion is fent van és biogon. Úgyhogy meg lesz a ma esti programunk is. Tudom, hogy ez nem az a tradicionális társasjáték, amit így megszoktatok a csatornán, de remélem, hogy egy kicsit azért segít átvészelni a várakozás nehéz óráit. Jó szórakozást mindenkinek! És akkor most ismerkedjünk meg a játékosainkkal. Velünk van Krisz. Krisz, mondj egy-két szót magadról, kérlek. Hello, sziasztok! Krisz uh, vagyok, ahogy már Dávid mondta, és én vagyok az ügy, ügyeletes kibicelő, aki mindig csak így betémet helyekre és csinál dolgokat az interneten. És, és honnan érkeztél? Halló. Kérem, ne szóljunk bele. Honnan érkeztél? Milyen nyereményen lennél elégedett? A, hát, ha már megverem Vikit, az tök jó. Ha meg tudom verni, úgyhogy akkor kifejezetten örülni fogok. De nem is jó lesz. Sok sikert kívánok! Vikinél több esélyem van szerintem. A másik játékosunk a gyönyörű, a fantasztikus, az elképesztő. Julia, Julia, honnan érkeztél? Milyen nyereményen lennél elégedett? És mondjál pár szót a férjedről. A férjem a legfontosabb személy az életemben. Remélem, hogy ezt tudja, és ha egyszer olyan helyzetbe kerülünk, amikor valakit választania kell valamilyen szempontból, akkor én leszek az. De ettől függetlenül nagyon magabiztos vagyok ebben a versenyben, ugyanis tizen sok éve komoly függőséggel áldott meg a sors, ami a Friends, vagyis a Jóbarátok című sorozatot illeti. Nagyon uh, megszámlálhatatlanul sokszor láttam a sorozatot. Ettől függetlenül, hogy egy kicsit lejjebb rakjam a lécet magamnak, meglehetősen rossz a memóriám, úgyhogy uh, meglátjuk, hogy fog sikerülni ez a mai nap, de bizakodó vagyok. Ha jól értettem, akkor a férjed a legjobb ember a Földön, és soha senkit nem választanál helyette? Ez, ez, ez így van. Nem, még, még nem a laminált listámon is ott van ötször a neve. Na, nagyon szuper, nagyon szuper, örülök, hogy örülök, hogy itt vagy. Sok sikert kívánok a játékba. Az utolsó, de nem utolsó sorban, a harmadik játékosunk a mai nap folyamán, a fantasztikus, az utánozhatatlan, az egyetlen, a kedves Viktória, Viktória, ki a legjobb barátod ezen a Földön? Sziasztok, én Viki vagyok, és Dávid a legjobb barátom az egész földön, attól függően, hogy mit lehet nyerni ebben a játékban. Um, az az igazság, hogy én egy teljesen új játékos vagyok, én két és félszer láttam a Frenzet összesen életemben, viszont ez az elmúlt öt évben történt meg, úgyhogy azt hiszem, hogy valamilyen esélyekkel azért indulok. Nagyon szeretek játszani, de a játéknál még jobban szeretek nyerni, úgyhogy fel vagyok készülve a csalódásra a mai napon, de maximum majd, majd a legjobb barátom kisegít néha, hogyha szükségem uh -huh. van rá. Uh -huh. Értem, értem. Neked is, mint mindenki másnak, csak sok sikert tudok kívánni. Én természetesen egy teljesen elfogulatlan játék. Játékmester vagyok itt, nem vagyok egyáltalán részlehajló. Bármit is ígér bármelyikőtök és közben természetesen a DM-jeim nyitva vannak, hogyha ez esetleg mégis így történne. Készen álltok-e az a első boncinate... kérdésre? Igen? Még Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon vártuk már ezt a lehetőséget. Emlékszem, amikor Vikivel beszéltünk erről az zuhany alatt, mesztelenül, hogy mennyire jó lesz ez a játék és ez a, ez a videó. Emlékszel, Viki? Igen, igen, és emlékszem, hogy Egy csináltunk pár selfit is, azok nagyon-nagyon azok jól sikerültek, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy előkeressem-e őket, is, és esetleg megosszam. Egy pont hitenek. hát, Meglátjuk a... majd. Így veszteni fogok. Tehát ez a... A... Én Vikitől Viki kérdezném meg, hogy a két és fél, nem, öt év alatt két és fél szár látni, nem jön össze a matek. Tehát az évente egyben az így kicsit kevés, hogy nem tudom, tehát hogy legalább... Ez valami, ég, tehát... ez valami szabály ebben a, ebben a kultuszban? Hogy ebben a szektában? Hogy minden évben egyszer végig kell nézni? Uh -huh. Kicsit igen. Oh. Oh, oké. Okay. Okay. Akkor ne haragudjatok. Minuszpont. Akkor befejezem most a harmadszorra is, és jövőre nem felejtem el, hogy jövőre is végignézzem. És? Odantól kezdve megkapod a piros kis csipet, és te is, te is a szektánk tagja lehetsz. Ávumen. Ó. Oh. Uh. <laughs> Bocsánat, nem értettem, de most már, oh, most már itzuki. megvan. Elegánsan túllépünk ezen. Készen álltok-e az első kérdésre? Igen. Let's get bamboozled! Hol találja meg Rachel, Fibi és Chandler Mónika titkos karácsonyi ajándékraktárát? Krisz, az ablak alatt egy ilyen titkos szekrény, egy ilyen kinyitható szekrény titkos lekezben. nem tudom pontosan mi a neve. Hogy... A válasz helyes, egy pont. Nem bíztam magamban -ne. eléggé. Nagyon sajnálom, Akkor le... nagyon sajnálom. Azt baj hogy ebben az esetben le fogsz maradni a pontokról. Krisz, megnyerted nem, az esélyt arra, lehet, hogy húzzál egy Wikid Vengó kártyát, ami... Hogy neki, nem tudom, mit szeretnél kérni? de... Hogy, neki ne persze, nem vicceli. Esélyed van megduplázni az eddig összegyűjtött pontjaidat, hogyha a következő kérdés felét halva tudsz válaszolni a kérdésre. A, jó, egy, egy dolgot írtam, hogy hát a legeljétől fogva, hogy fél lábon urálni nem fog kérdés válaszolás készíteni. Légy szíves, hogy nem a kérdés Hallgatsz, fele hallgat. úgy hangzik. Amikor az Exed üzenetrögzítőjén üzenetet hagysz, ne mond, nem mond ne add hozzá azt, hogy eh, hú, hogy casual white, ez ilyen, hogy ilyen, nem. nem. Az angol Nos, szóval, az szóval a... és a magyar szóval is megelégszem. Uh, Öt. Fling. Négy. Nem. Három. Nem fog, fog be a szó. Kettő. Egy. Nagyon nem, szép nem lett volna. Angolul. Ezt nem brizzi. tudjátok el, Ezt angolul nem, tudját, ezt nem tudjátok ellopni. A Wicked vengó kártya az csak Krisznek szólt. Így viszont sajnos elvesztetted a pontodat. Azért elmondom, hogy jó megoldás. Brízi. Magyarul pedig laza. laza. Ez lett volna. Köszönöm. Ez lett volna a helyes válasz. Nem baj. Kockáztattál. megérte. De akkor most egy pontom van vagy nulla? Nulla. <laughs> Dupla vagy semmi volt a. Ezt útközben Ezt döntöttem el, de igen. Következő kérdés, hölgyeim és uraim. Hogyan néz ki rossz álomnője? Viki? Rachel. Sajnos nem. I had to try. Um, a... Uh, um, Star Warsból bizé uh, izé, Leia Hercegnő a bikiniben. És ez nem, egy az pont Krisznek. Az... De nem, de az a, az a fantáziája. Ez nem az álomnője, ez sose Álom, erről szó. Álomnője, mint Dream Fantasy, dream valószínű a fantasy ritás, valószínűleg a ez a fordítás. Hogy... Bocsánat, úgy hallottam a hölgyektől, hogy gondjuk van a játékmenetével. Nem, szerintem fantasztikus játék, és a játékvezető tökéletesen végzi a munkáját. Jaj, Jöhet a következő kérdés. Szeretnél valamit hozzátenni, Júlia? Nem, csak izgatott vagyok nagyon. Következő kérdés. Ki javasolja Rossznak, hogy indítsa az egyetemi vendégelőadását egy viccel? Gyulcsi. Chandler. Helyes a válasz! Még egy pont, és ezzel Gyulcsi az első helyre került két ponttal. Viki... De nekem csak egy pontom van. Egy pontja van Gyulcsinak, és nekem Kettő... is egy pontom van. Kettő pontja van Julcsinak, a... 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 Ja, az elején kaptam a... egy. Oh, nekem is van egy. egy. Az ez már mondták. elvesztetted út közben. Azt már elvesztetted, az, mert nem nézted meg öt, öt, öt év alatt ötször. is. Igen. Igen. Oh. Sajnálom, nem én írom a szabályokat. Nem én írom a szabályokat. Let's get Következő kérdés. Hogy hívják Rossz és Mónika családi újságját? Angolul és magyarul is elfogadom a helyes választ. Ah! Érdekes, hogy kiválogatod egyébként a direkt, vagy? Julia! The Geller Teller? Vagy valami ilyesmi volt? Zavorba hozol, mert nem tudom angolul. Um, Let's kis is kis szünet. Geller Jeller, ez a hivatalos, The Geller Jeller. A... Sajnos az első válasz, amit adtál, az rossz volt, úgyhogy nem tudunk pontot adni. Ezért viszont. Erre levonjuk, levonjuk, levonjuk. Mit? Valami. Rossz válasz, hogy mi jár. Igen. Még mindig. <laughs> Mitől fakad, sírva végül, Chandler? Bocsánat, én azt hittem, hogy Friends rajongóknak csináljuk ezt a műsort. Most már ne, van egy típem, de nem merem mondani, mert elvesztem azt a maradék egy pontot. De nincs is, is. pontod. <laughs> de van de kettő volt, és most még... egyet vesztettem. Ó, oh, várj. Annyit esetleg tudok segíteni, hogy köze van Rosszhoz és Rachelhöz. Júlia? Hogy miért nem tudnak összejönni ezek ketten végre? Nem pontos a válasz. Miért nem tudják kitalálni a problémáikat? De valami ilyesmi volt angolul. Why these two can't make valami? Nem tudom. Work things out. A, igen, de nem feltétlenül. Viki, egy pontosabb válaszal? Hát ennél én azt akartam mondani, hogy miért nem tudnak együtt lenni. A helyes válasz az az, hogy rossz elmondja Récsalnek, hogy sosem akarja kizárni annak a lehetőségét, hogy később újra együtt legyenek. Egyre hülyebb ötletnek tűnik a mínuszpont a rossz válaszért. <síl> De semmi baj, ez, egy, ez, ki van találva, ez ki van találva. Ne aggódjatok, nagyon, nagyon szoros a verseny. Júlcsi, nulla pont, Viki, nulla pont, Krisz, egy pont. Kettőt vesztettél, ne hitetlenkedjél. Következő kérdés. Amikor a szociális munkás meglátogatja Csendlen és Mónika lakását, miért emlékezik az épületre? Krisz? Mert lefekült a joy -ban. Helyes. Helyes. Krisz, két pont. Miután Rossz és Rachel minden lehetséges gyereknevet megvétóznak, melyik gyereknév kezd el tetszeni Fibinek, Krisz? A vétó. Lányok? Mi a neve Esztel egyetlen másik ügyfelének? Nem elég, ha megmondjuk, hogy mit tud csinálni? Azt, is, hogy Nem, ezt szóval szóval, azt tudjuk, hogy mit tud csinálni. Viki? Steve. Nem. Nem. El, én is tudom, hogy... El nagyon szóval bátor van. Ja, tényleg nincs pontját. Akkor nincs megértem, pontja. Jó. jó. a következőtől lehet mínuszba is menni. Na nekem sincs pontom üt eszembe, akkor én is bátor lehetek. Na, hogyan dönti el Mónika Chandler, Joey és Fibi azt, hogy ki megy haza először Emma születésnapi partijáról? Júlcsi? Versenyeztetik Emma játékait, hogy melyik a leggyorsabb. Helyes a válasz! Júlcsi újra a tabellán! Gratulálok! Melyik kifejezés az rossz vitaindító előadásában, amin Joy nevetni kezd, ezzel meggyőzve charlie hogy bennük nincs semmi közös, Júlcsi? Homo erectus. Igen! De a nem. mondat kellett, de a mondat kellett, nem a kifejezés. A mondat de, Homo kellett. erectus. Nem, melyik kifejezés? Azt melyik mond kifejezés? Mondta. Egyébként a mondat az úgy hangzott, hogy ha a homo erectusok tényleg homok voltak, akkor miért nem, akkor miért, akkor, miért, akkor tudjuk, hogy miért haltak ki, vagy miért, mm. ilyen fantasztikusan plét, fantasztikusan De, hogy igen. De hogy alapvetően homo a homorátuszok kezdnek huncogni. És a Rachel meg a homó részén, nem az Erectus részén. Igen, Következő kérdés, hölgyeim és uraim. Nagyon szoros a verseny, 2-2 Krisz, Viki egyelőre nulla ponttal, de nagyon, nagyon ügyesen csinálja. Milyen tévés elképzelés alakul ki Fibiben ben kapcsolatban, amikor rossz nekrológot olvas el? Kris. Az első fekete női pilóta, aki átrepülte a Atlanti vagy Csendes óceánt. Majd nem. Julcsi! Én is ezt akartam mondani, csak nem azt, hogy... Próbálj meg egy másik óceánt! Nem Atlanti volt, én abban biztos vagyok. az egyetlen hiba, és el fogom fogadni, hogy, ez, hogy az első fekete férfi, férfi. Ja. aki átrepülte az Atlanti óceánt, de én ezt meg fogom adni. Csak vicceltem, de hogy adom meg, nem volt pontos a válasz. Mi? És most én is vesztettem, és Krisz is vesztett egy pontot? Nem, egyik kötök sem vesztett, annyira azért nem vagyok geci. Akkor a... Nekem van három, a kettő. Így van. Mi Joey családneve Joey szerint? Krisz? A Joseph. Nem a te Joey. Joey. Mert hogy a Joey nevet. Jó, ezt odaadom. Nem viszi tovább Nem senki. Ki tanítja meg Fibit biciklizni? Julcsi. Rossz. Így van. Újabb pont. Julcsinak. A mit csinál Joey álmában Mónikával, ami miatt azt hiszi, hogy beleszeretett? Júlcsi? Keresztrejtvényt fejtenek, úgyhogy ül az ölében, a pulóverében. Helyes a válasz. Kivel találkozik Rachel, miután kirúgták? Júlcsi? Mark. Markkal. Helyes a válasz. Oké, okay, Júlcsi is on the roll. Jócsi, az elmúlt egy hónapban kétszer végignézte a sorozatot. Sok... És ez a lehetőség mindenki számára nyitva állt. Teljesen valint. Melyik jó barát lesz Joey filmjében a nővér tálcával? Viki? Bibi. Helyes a válasz! Uh! Egy pont! Egy pont! Ah, Yay! Yeah. Nagyon jó. hogy... hogy nem filmjében, hanem sorozatban egyébként, mert a Days of Our Lives-ban lesz egyébként nővértálcával, mert utána de a meg a, a pintér is, is lesz. nem? Hibás, hibás. A pint, amikor, pint, amikor pint, én ezt kérdeztem, hogy nem akarjuk el visszaküldeni kiavítva a kérdés sorban, van még benne Kik a hálótársak? Krisz ah. volt az első. Joey és Ross. Jó és rossz. Így van. Helyes, helyes a válasz. Ki érkezik meg aznap a városba, amikor Mike és Phoebe lakáskulcsot cserélnek? Chris? David. Honnan? Mintzből. Milyen David? Az um, első évados főszerelme Fibinek, David. Mi a teljes a... neve? Halamsít. Nem tudjuk a teljes nevét. Úgyhogy kapsz egy pontot. Kegyetlen vagy. Miről gondolja Joy azt, hogy a minisztereknek ingyen van? Jolcsi? A tömegközlekedés, metrózás, nem tudom, hogy... A hogy metrózás az van. helyes a válasz. Igen, és a miniszterek, mint miniszter, mint a papoknak. Mint a papoknak. <laughs> mint a papoknak. <laughs> <laughs> De igen. Júlia, szerettél lehúzni egy Wicked vengó kártyát? Mi, mi történhet velem, ha húzok? Minden pontomat elveszítem, vagy csak... Két extra pont, ha helyesen válaszolsz, három mínusz a helytelenül. Oh, oh, oh. Ez azért van, mert találtál egy kérdést, amit biztos, hogy nem tudok? És ki akarod egyenlíteni? Én azt gondoltam, hogy csak azért, mert megkérdezted, kapsz egy mínuszpontot. Ó... Oh. Mi értelme játszani, ha nem játszunk? Jöhet. nagyon menő. Ez, ez, a, ez, ez, the spirit. Lehet, hogy ez az utolsó ilyen lesz, de jöhet. <laughs> Honnan ismeri Rachel és Mónika Luizát, aki az állatfelügyelőségnél dolgozik? Egy iskolába jártak, mögötte ült valamilyen órán mögöttük. Tehát az iskolából. Mi a, nem tudom, hogy mennyire pontosan van ez megfogalmazva, de... Ha, nagyon örülnék, hogyha az iskola nevét meg tudnád mondani. Annyit tudok segíteni, hogy egy amerikai elnök. Jefferson Hight akarok mondani, de félek, hogy nem. Nem, a, de ettől függetlenül egy pontot jóváírok neked, mert a válasz nagy része helyes volt. Következés. Mi az iskola neve? Lincoln, Lincoln, vagy vagy Lincoln High. Miben van Jefferson High egyébként, ha már egy Nem tudom, de ugye nem Jefferson valami. High valami, valami rémlik nekem is. De nem mondom, nem, nem, meg nem hamam tudom hamam, mondani. Nem, hogy van hallottam, mert nem tudom, hogy mi az. De valószínűleg is hamarabb mondtam valamit a Lincoln High-t egyébként. Mennyi pénzt nyer Emma a Baba Szépségversenyen? Krisz? Ezer dollárt. Helyes a válasz. Ezer wow. dollárt. Na én ezt nem mertem volna kockáztatni. Szép, munka. Elég szép. A póker játszmában... Ezer... Bocsánat. Bocsánat. A pókerjátszmában milyen kézzel, vagyis hogy leosztással nyer Rachel? Nem merek kockáztatni. <laughs> Viki? Full house. Hát Helyes a válasz. Uh, full uh, uh, house van. Uh. Szeretnél lehúzni egy Wicked Van Gogh kártyát? Igen, igen. Nem tudod, hogy mi az? Nem. Vagy elveszted a pontjaidat, az összeset, de, Igen. de pontot cserélhetsz egy másik játékossal. Oh, jó. Kérem, kérem a kártyát. Mi Rachel gyerekkori fóbiája? Ezt nem lehet ellopni. Tudjuk. Remélem visszaszámolsz hamarosan. Várj. Oh. Öt. A hintázás. hintázás. Ja! Fél a hintáktól. Ne, kicsit pontosabban azt ez meg pont, lehet a hát hát hintából való kiesés. Ja, nem, körbefordulás és kilövés a, az égbe. Nem. nem, a gyerekkori fóbiája nem... az a félelem a hintáktól. De azért, hogy bekapja a haját, attól bekapja azért fél a, a hintáktól. Igen. Oh. És azért ül azért be úgy, hogy ilyen hátadon, de két, -két a haját. A lapon igen. viszont csak annyi mm. van, Fajnálom. hogy félelem Jó, a értem. hintáktól. Most Ezt én értem, és én drókolok Vikinek, ad... de hogy elveszi a pontjainkat egy nem teljesen pontos válaszérig. a gyógycsit, akinek 7 pontja van, vagy választhatsz engem, akinek 7 pontja van. Mert, vagy akkor csak azért, mert Júlcsi annyira fel van háborodva azon, hogy egy töredék, egy siker töredéket elértem, hogy ezért Kriszel cserélek, hogy Júlcsi rosszul érezze magát. De én nem érzem rosszul, mert az imént mondtam, hogy én drukkolok neked, csak a pontjaimat féltem, de hát, ha így döntesz, hogy akkor így döntesz. A, 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 jó, így döntesz. Kerti, a kinyilvánításod miatt, a, pontom, miatt a kinyilvánításod miatt veszített Krisz pontokat. Akkor nekem most hét pontom van? Neked hét, nekem pedig 2. A helyzet az, hogy ebből az állásból is még ott vagyok, hogy tudom én legalább Vikit. Azt látom az arcokon, hogy igazságtalannak tartjátok a játékot. Nem, teljesen. Vikit kivéve, Aki nagyon mi szeretne lenni Récsöl testvére Émi, miután vigyázott Emmára? Krisz? Baba stylist. Kisbabákkal foglalkozó stylist. Elfogadom. Elfogadom. Krisz három. Mellásul mert mert közli, hogy, izé, hogy fel vannak háborod, fel van a háborod, hogy nem szeretik az ember azt, hogy halvé, hogy egy babájuk csúnya. Tehát... Igen. Érdekes. A kiadja férjhez végül Fibit a Michael közös esküvőjén. Krisz? Nem ő adja férjhez. De. Ne, Joy tartja ne. a szertartást, de Chandler adja férhez. Ő kíséri oda. ezt, nem, ezt nem így mondják. Bocsánat, de ezt ahol... így mondják, de ezt így mondják. nem így mondják. Ki kíséri az oltárhoz, így mondják. Nem az, hogy ki adja férhez. ha azt kérdezed, hogy ki kíséri, akkor azt mondom, hogy Chandler. Ha azt kérdezed, hogy ki rakja őket férhez, akkor az, az, akkor az Joy. Ezért Igen. volt érdekes a kérdés. Na jó, akkor ezt töröljük, mert láthatóan nem tudtok ti semmit. A... Hogyan találkozik Rachel és Joshua? Kris. A Rachel ruhákat ad el, ad el neki, tehát joshua szolgálja ki egy ilyen személy asszisztens boltban, több boltban. Elfogadom Not a, a választ. Personal shopper. Azt, köszönöm. Igen. A következő helyes válasz öt pontot ér. Egy öt minuszt is? Vagy. Igen. Viszont <laughs> egészen addig, ameddig el nem hangzik a kérdés, vissza kell tartanotok a lélegzeteteket. Azt szeretném kérni, hogy mindenki fogja be az orrát. Köszönöm szépen. Puha. Mónika uh, megvesztegeti a költöztetőt az egyik jó barátok epizódban. A, hogy Chandler egyik tárgya essen le a teherautóról. Melyik tárgy ez? Jócsi? Tudába. A, fe, a nagy fehér kutya? A nagy fehér kutya. Helyes a válasz. Öt extra pont. Nagyon megijedtem, hogy a barklanger az. Igen, a Bark ez, ezért volt a másik, a másik, helyes válasz. Sajnos ez egy ilyen becsületjátsz, majd visszatartottad a lélegzetedet, de Visszatartottam, pedig még nevettem is, úgyhogy kiengedtem egy csomót, mert annyira ja. vicces a férjem. Ó, oh, én azt hittem, hogy az a, a bár bár lényeg, bár hogy már a szádon meg, keresztül lélegez, mint joy amikor mikor Igen. a lélegzetét. <laughs> a Bárka Lencsőt addigra már, már széttörik. A... De hát utána lesz új. A Lazy Boy lesz utána, nem? A nagy fekete a nagy lesz oh. utána. Igen, a Lazy Boy. Lazy Boy 2000? 10.000? 9.000? Nem tudom. Lazy Boy valami. Ki tesz ajánlatot a Mónika és Chandler háza mellett lévő házra? Kris. Au. Wow. Janice. Így van. Plusz egy pontért megmondod, hogy miért nem vállalja el, vagy miért nem veszi meg végül? Igen. Mert ö, azt mondja neki Chandler, hogy most végre újra tudnak majd együtt lenni, és ez megél a Janice. Helyes a válasz. Egy extra pont. Kit Mert be kell hoznom A következő kérdés nem ér pontot. Viszont megmondhatod, hogy melyik já másik játékos pontjaiból vonjunk le négyet. Helyes válasz esetén. Helytelen válasz esetén viszont a tiédből vonódik le négy. Nevez meg egyet, Fibi nem hagyományos, hagyományos gitár akordjai közül. Júlcsi. Az öreg asszony. The old lady. Idős hölgynek fordították, de igen, helyes. Én ezt elfogadnám. Én is elfogadom. Júlia. You nailed the old lady. You nailed the old lady. Most kinek hány pontja van egy kis friss állást? Dikinek hét, hét, nekem hat. Akkor Viki-nek szóval hogy... viszonzom az előbbi gesztust a lelki terror szintjén, hogy rosszul érzem magam. Az az hogy nem, de négy pontot? Vagy... Nem, Vikitől. Oké. Okay. De csak három. Ja, azt nem? hittem, hogy most azzal, azzal négyet. Négyet? Négyet mondtak le, igen. Oh. De még így is egyet több Akkor pont, most amit, amikor három, nem három ponton van. Igen. Következő kérdés. Kivel esett meg Mónika első csókja? Jól csík. Oh, rosszal. Így van. You were the pile of coats. <laughs> I was the pile of coats. Te voltál az első csókom, Rachel? Te voltál az első csókom? You were you, my <laughs> mi, mystery midnight kisser, vagy nem, nem is. Igen. Igen. Mi Mónika újévi fogadalma? Kris? Az, hogy jobban dokumentálja a csapatot, azért fényképezésbe kezd. Helyes a válasz. Helyes a válasz. Egy pont. Következő kérdés. Mit nyer Joey a néma aukción? Viki. Egy, egy jachtot. Egy azt. Helyes, helyes, helyes a válasz. Fogadjuk. Teljes egészében. Teljes egészében elfogadom. Szeretnél-e húzni egy Viki-t kártyát. Igen, szeretnék. Van-e melletted egy dobókocka? Uh, van. Nagyon helyes. Az nem dobó kocka. De ez nem nem is kocka, is el lehet dobni. Én És a oldalú. Rendben. Ha a következő kérdésre helyesen válaszolsz, akkor egy D6 kockával annyi pontot írunk jóvá, ahányat dobsz. Ha helytelenül válaszolsz, akkor viszont annyi pontot vonunk le, amennyit dobtál azon a kockán nincsenek számok. Az én kockám. Mindegyik, mindegyik, lesznek. oldalán, Jó. mindegyik oldalán hat darab igyogon. Én fogok dobni neked, csak hogy, oh, csak hogy okay. biztos legyen. Oké. Okay. Mi lesz végül Mónika és Chandler nagyszerű eljegyzési fotójával az újságban? Uh, Joy lesz rajta Chandler helyett. Helyes! A válasz! Helyes a válasz! Gratulálok! Akkor most dobok egyet, és te megmondod, mennyit dobtam, jó? Nem. <laughs> a műsor, a műsor miatt gondoltam, hogy én dobok, Re és aztán te mondod a számot, jó? Ja, rendben van. Jó, akkor... Ez bizony egy négyes! Engedd meg, hogy gratuláljak! Hú! Négy extra pontot jóváírhatsz magadnak következő kérdés. Milyen állat hagzi? Krisz. Pingvin. Egy pingvin. Helyes a válasz. Gratulálok. Három kérdés van hátra. Mi az állás? Ne négy pont hátra, vagy, Júlcsi, mert ne csinálj ezt velem. De lesz még itt szerintem variálás pontokkal, úgyhogy... A következő három kérdés mindegyike három pontot ér, és eldöntheted, hogy ez a három pont, ez hozzáíródjon a saját pontjaithoz, vagy levonódjon valaki máséból. Nice! Az első kérdés a következő. Mágynak el kell menni a orvoshoz a Fibivel közös nászútjuk után. Miért? Bocsánat, ez mínuszba is három pont? Nem. Tudom még. Nem merek. Nem merem. Én merem, én bevállalom. Viki! Hogy szakítson vele. Az orvos nem, nem, nem orvos és... volt, a csaj. A, a csaja, akivel, akivel akkor randizott. Csőz, a lesz útjukról a... hazafelé, nem? Igen. Ó, ja. oh, bocs, akkor sorry, félreértettem már a kérdést. Hát ez akkora hülyeség volt, hogy levonunk három pontot. Következő kérdés. <laughs> Meg kellett próbálnom. Bocsánat, mi a megoldás? Mert valami eltörik, úgy emlékszem. Valami szexbaleset, nem? Semmi, ilyesmi. Székrekedése volt. Nem szart egészen, addig, ja, amíg ott nyilván. voltak. Ó, oh, hát ezt tudni kellett volna. Ez bizony Vaj, tudni kellett volna. Ez utolsó előtti jelezett. kérdés, hölgyeim és uraim. Melyik jóbarátnak nem sikerül megtanítani a Joyt franciául? Krisz? Helyes a válasz, Fibinek nem sikerül. Én teljesen feleszek, én magamnak adok három pontot. Magadnak adsz három pontot. Az utolsó kérdés következik. Nagyon szoros az állás ha nyerek, eldönthetem, hogy melyik nyerjen, hogyha, ez, hogyha, tudom a választ, és én vagyok a leggyorsabb. Tehát hát, kettőnk fog eldölni. De én mondhatnám meg. Mit talál Fibi a Central Perk-ben, amikor aprót keres? Krisz? Egy uh, Egy shieldet, rendőr shieldet. Helyes a válasz. Hát nyilván adok magamnak még három Ad, pontot. Add Vikinek, hogy kevésbé legyen ciki. Ad neki. Adom Vikinek. De hát akkor én nyerek, ha neked adja az még. Oh. Ha Egálba lettünk volna Júlcsival, akkor neked adtam volna a pontokat, de így ah. sajnos muszáj volt az az egyetlen egy ponttal túlszárnyalom Gyulcsit, úgyhogy... Szép. Én most teljesen nekem ez ilyen blank volt a fejem, úgyhogy ezt abszolút a, Abszolút amikor a, annak a rendőrnek a badge -e van benne, hogy megváltozik utána, ugye? De, de, így már megvan, csak így alapból így a... Túl egyszerű volt a helyzet ahhoz, hogy összetudjon. Hogy Hogyan és uraim, kialakult a végeledmény? A végeledmény. A végeledmény. A végeledmény szempontjából harmadik helyen zárta a versenyt Viki! Gratulálunk! Uh -huh. Nagyon szép küzdelem volt ahhoz képest, köszönöm. hogy uh, hogy nem vagy még klubtag. Köszönöm. Nagyon Ennyire örülök. A... Köszönjük a közönségnek is. Látod, hogy hogy örül neked. A második helyen, nagyon szoros versenyben a feleségem, akit uh, valószínűleg egy kis pátájjal kell kárpótolnom, mindezért, hogy nem tudtam. Odra. Szóval, igen. A második helyen Julcsi. Gratulálok! Nagyon szép munka volt. Köszönöm. A tudásod kiérdemelte volna a, a győzelmet. De az a helyzet, hogy a felkészülése, a felkészültsége, a felkészülése, a tudása, a szeretete és a tisztelete a sorozat iránt egész egyszerűen legyőzhetetlenítette a mai versenyben. Krisz! Nagyon szép munka volt! Jú, köszönöm! Gratulálok! Engem őszintén meglepett, hogy megvárta hogy egyébként, csak hozzá hogy... nagyon-nagyon jó volt, ráadásul azt ne felejtsük el, hogy tőled még el is vettek egy csomó pontot, és úgy visszahoztad, és megnyerted, úgyhogy le vagyok győzve. Ez Az egy kis motiváció volt, hogy a legtöbbet hozhassa ki magából. Ezt a testolkat el lehetett volna kezdeni az elején, és akkor egy kicsit izgalmasabb lett volna a mai műsorunk, de semmi problémát nem okoz ez. Gratulálok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek, hogy itt voltak velünk. Reméljük, hogy élvezték a mai videót. Mindenkinek az elérhetőségeit megtaláljátok a leírásban. Érdemes odamenni és feliratkozni rájuk is. Mi köszönjük szépen a figyelmet! Ha tetszett ez a műsor, akkor jó! You said, let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves. So we can clean the house or clear out some shelves. You said, whichever you feel like doing first, I said, well. I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me.